naponta fordulamentő, hatodikos, hetedikes, ötödikes gyerekekhez. Leülünk, valahol csak vagyunk, szédünk, a biofűtünk. Az iskolák teljesen magukra vannak hagyva. Szia! Most itt vagyunk Mátraverebélyen, az Ambédker iskola egyik legfrissebb telephelyén. Ez szeptemberben indult ez a telephelyi gimnáziumi 9. nappali és esti oktatást indítottunk el. Mind a kettőben a cél az érettségi vizsga megszerzése. Hogy itt voltam kölyök, azt mindenki tudja, pedig kiskoromban mindig azt mondták, hogy senki nem leszek, pedig itt Verebében nem indulni, tesókám, nem egyszerű eset. Sok rajta büdös kutya hatta már itt a fogát, mert itt Verebében az a törvény, senki sem adja fel magát. Testvérem, tedd le az érettségi vizsgát! A falut egy főút vágja ketté, a falu egyik felén főként a romák élnek, a másik felén pedig maga a falu és a központ helyezkedik el. A generációk óta tartó munkanélküliség itt is egy olyan probléma, ami az alapjának tekinthető a helybeliek helyzetének. A legújabb probléma pedig a biofűnek nevezett méreg. Az iskolán belül is fölütötte a fejét. A fiatalok beszámolói alapján ez most már korfüggetlen. Előnye, ugye, hogy nagyon olcsó, vagy hát hátránya. Tehát nagyon könnyen beszerezhető, nagyjából két sör árából egy egész estésre ki tudják magukat ütni. Kis pakkokban 500 forint, de ez még behúzósabb, mert ez semmit nem tart, elszívja, utána már miért fél óra múlva megint. Hát, bármennyi lehet lenni. 500, 1000. Mennyit költenek rá, hogy átlagban egy nap? Egy nap? Amennyi van? Annyi. Ez az interneten bármikor hozzáférhető, akárki beír a keresőbe, rengeteg olyan oldalt talál, ahol még akciókat és kedvezményeket is kínálnak. A másik pedig, hogy alapvetően az alapanyagokat rendelik meg, maguk keverik össze ezeket az anyagokat, és csepegtetik a kész mérget mondjuk citromfűre, vagy más gyógynövényekre, vagy szárított növényre. Drogfogyasztás azért valószínűleg eddig is volt. Aki marihuánát szív, ott nincs egy igazán komoly fizikai függés, az iskolába nem hozza be, ha csak nem teljesen hülye. Viszont a biofűnél minél erőteljesebb függés, és ez igen gyakran kialakul, már nem bírja ki, hogy az iskola épületében belül tartózkodva ne fogyassza, nem akar balhét, nem akarja kirugattatni magát, de egyszerűen képtelen. És akkor bizony beszívnak szünetbe. Ennek a biofűnek olyan hatása van, hogy elszívja, betompul az ettőre. El vannak aljúva vagy gyerekek, nem bírnak eljutni egyről a kettőre, meg visszafog, legyen minden, belesik. Leülünk, valahol csak vagyunk, szédünk a biofűtől. Ez semmire nem jó, csak aki szíjjának, mégis jó. De utána megbánjunk a családot, tönkre megy tőle. Gyakorlatilag egy ilyen elbutult kataton állapotba kerül, azonnal kiderül a tanár számára. Általános iskolás tanárokkal, amikor beszélünk, ott is azt hallom, hogy szinte naponta fordulnak elő ilyen ügyek, naponta fordulamentő hatodikos, hetedikes, ötödikes gyerekekhez. Van ilyen ismerősöd, aki rosszul lett tőle? Vannak. Ez is rosszul volt-e? Most próbálkozunk mi is egy olyan drogstratégia kialakításával, szakemberek segítségével, ami megfelelően kezeli ezt a helyzetet. Az azért már most tapasztalat, hogy akikhez eddig elértem, ők mind arról panaszkodnak, hogy rendkívül le vannak terhelve. Nagyon-nagyon kevesen vannak óriási feladatra. Iszonyú gyorsan kialakul a fizikai függés, ami után nagyon nehéz már bármit is tenni. És igen, az iskolák teljesen magukra vannak hagyva, annyit tudnak csinálni, és a legtöbben ezt is csinálják, hogy kirúgják azt a diákot, aki ilyen problémával küzd. És hát gyere, mi is nagyjából ezt tudjuk csinálni, hiszen nem engedhető a közösségbe az, aki maga körül ráadásul ezt terjeszti, de azt is gondolom, hogy halálra sem ítélhetünk egy egész generációt azért, mert nem kezeltük, vagy nem kezeljük ezt a problémát. We'll be right back.